Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk. Ne aggódjatok tehát semmiért, hanem mindenben szálljanak föl a ti kéréseitek az Istenhez. És az Isten békéje, mely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Jézus Krisztusban. Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, advent harmadik vasárnapja, Gaudete vasárnap, vagyis örvendezzetek vasárnap, az örvendezés napja. Sokféle oka van az embernek az örömre, az is igazi, hiteles öröm, amikor a saját erőfeszítéseink, a saját komoly munkánk nyomán valamilyen eredményt, sikert elérünk, és ennek örülünk. De mégis egyfajta más öröm, meglepetéssel teli öröm az, amikor olyasmit kapunk, amiért nem mi dolgoztunk meg, amit nem érdemeltünk ki, és amit valójában soha nem is tudnánk kiérdemelni. Márpedig a megváltás, a bűneinktől való megszabadítás, az örök üdvösség elnyerése ilyen ajándék. Az a Krisztus, akinek a születésének ünnepét várjuk, azért jött el a világra, hogy ezt hozza el, a szabadulást bűneinkből és abból fakadó minden rossztól, a szabadulást a nyomorúságtól, az örök üdvösséget. Ennek az ajándéknak örülünk, és az örvendezés vasárnapján ezt köszönjük meg a mi szerető megváltónknak. Szentmisénket elhunyt Pestalik Etelka lelküdvért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg most a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mi nekünk.
megszent fia, Mária magzatja, Krisztus kegyelmezz mi nekünk. Kyrie. Könyörögjünk! Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Az Úr lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy felszabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a menyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ki trónulsz, Uram, a kerubok fölött? Ébreszd fölött a hatalmadat, és jöjj el. Ki trónulsz, Uram, a kerubok fölött? Ébreszd föl a te hatalmadat, és jöjj el. Izrael pásztóra, figyelmez, kin népedet, mint anyájat vezetett. Ébreszd föl a te hatalmadat, és jöjj el. Ki trónulsz, Uram, a kerubok fölött? Ébreszd föl a te hatalmadat, és jöjj. Szent lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindjájatoktól Krisztus Jézusban. Ne olcsátok ki a lelked, s a proféta beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizzen meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Az Úr lelke van rajtam, elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenem! Abban az időben föllépett egy ember, János volt a neve, és Isten küldte. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Erre megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról? Ezt felelte. A pusztában kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a sarusszíját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Egy 3 éves forma kisfiú nagy munkában volt. Szeretett volna ő is segíteni a karácsony előtti nagy takarításban. Látta, hogy ideiglenesen a szoba közepére lett vonszolva a nagy cserepes virág, ami normál esetben a szoba sarkában áldogált, de hát ki kellett tisztítani a helyét. Amikor kisöpörték, feltörölték a virág helyét, a kisfiú elhatározta, hogy na ő majd visszateszi a helyére. De hát csak a cserép is igencsak nagyobb volt, mint ő. Először úgy próbálkozott, hogy neki veselkedett tolni. Mind a két karjával neki feszült, de hiába erőlködött, hiába próbálkozott hosszú perceken keresztül, a virág bizony meg sem mozdult. De a kisfiú nem adta föl, pozíciót váltott, és most húzigálni, ráncigálni próbálta a másik oldalról. Belekapaszkodott mind a két kezével, markával a cserépnek a szélébe, és húzta, húzta, majd kiszakadt a kis karja. De bizony egy jottányit sem mozdult odébb a cserép és benne a virág. A kisfiú most már egyre dühösebb és egyre szomorúbb lett. Azonban nem adta föl még mindig. Leült a cseréphez, neki vetette a hátát a cserépnek, és teljes testével tolta, ahogy csak a kis erejéből bírta. Most már meg-meg remegett a virág a cserépben a nagy erőlködéstől, de bizony egy centivel sem mozdult odébb. Édesapja már kezdettől fogva figyelte a kisfia küszködését. Amikor aztán a kisfiú nagy nehezen mégiscsak föladta, sírásra görbült szájjal dühösen csapkodni kezdett, és kiabálni, hogy nem megy, nem megy, látod apa, hiába próbálkozom, pedig mindent megtettem, nem megy. Akkor édesapja egy kis mosollyal a bajsza alatt visszakérdezett. Tényleg? Tényleg mindent megtettél? Persze mindent, ami csak tőlem telt, kiabálta a kisfiú.
Édesapja azonban megcsóválta a fejét, és azt mondta, nem, nem tettél meg mindent. Például engem nem kértél, hogy segítsek. Azzal odalépett a cseréphez, és néhány mozdulattal a helyére húzta. Kedves testvérek, advent, a várakozás ideje, ahogyan mondjuk és hisszük is a szívünkben. A várakozás alap magatartása, vagy inkább alap pozíciója az emberi létnek. Talán nincs olyan perce, nincs olyan órája a létünknek, az életünknek, amikor ne várnánk valamire, ne készülnénk valamire, amikor ne vágynánk valami többre, jobbra, boldogítóbbra, annál, mint ami most éppen van, mint ahol éppen most vagyunk, mint amik éppen most vagyunk, mint amit most éppen birtoklunk. Nem tudunk várakozás nélkül létezni. Nem tudunk célok, kitűzött célok nélkül, és azokért tett erőfeszítések nélkül létezni. Igen, a várakozás alappozíciója az ember létnek. Azonban nagyon sokszor csalódunk is a várakozásainkban. Kudarcok érnek bennünket, nem teljesülnek az álmaink, nem érjük el a kitűzött céljainkat. Ilyenkor hajlamosak vagyunk valahol kívül keresni a bajt. A világban, az emberekben, ilyen ez a társadalom, hiába próbálkozik az ember, ilyenek az emberek, irigyek, rosszindulatúak, gonoszak, elveszik tőlünk, vagy elveszik előlünk azt, ami a miénk lenne, és lehetne hosszan sorolni, hogyan panaszkodik, hogyan vádaskodik az ember, amikor a várakozásaiban csalódik, amikor a céljaiban, a céljainak az elérésében kudarcot vall. Persze, nyilván van ebben is valami. Igen, vannak esetek, amikor azért nem sikerül valamit elérnünk, mert külső körülmények vagy emberi gyöngeségek, bűnök akadályozzák azt meg. De azért kívül nem mindig van ez így. Nagyon sokszor a csalódásunk valójában nem másoktól vagy mások hibájából való, hanem sokkal inkább azért történik meg, mert valahogy rosszul mértük föl a saját céljainkat, olyasmit akartunk, ami valójában nem a miénk, olyasmire törekedtünk, amit nem nekünk szánt az élet, nem nekünk szánt az Isten, olyasmit akartunk megszerezni, ami nem a mi boldogságunknak a kulcsa, és mindezt azért, mert valójában saját magunkat nem értékeltük a helyén. Saját magunk képességeit, adottságait, a saját lehetőségeinket mértük fel rosszul, nem tudtuk, nem tudjuk igazán, hogy kik vagyunk mi, és kik nem vagyunk. Igen, kedves testvérek, nagyon sokszor ezért csalódunk. Nem másokban, nem a világban, hanem hogyha ezt persze csalódásnak lehet nevezni, akkor mondhatjuk azt, hogy saját magunkban, a saját elvárásainkban, a saját rosszul fölmért céljainkban, elképzeléseinkben, a saját önképünkben. Kedves testvérek, a mai evangéliumnak egy csodálatos tanítása, mondani valója, hogy mekkora érték az, ha valaki tisztában van azzal, hogy kicsoda ő, és kicsoda nem. Keresztelő Jánosnál ezt látjuk. Ahogyan hallottuk a felolvasott evangéliumi szakaszban, János tisztában van azzal, hogy ő nem a Messiás. Megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, kétszeresen is megerősíti ezt az evangélium, nem én vagyok a Messiás. Pedig biztosak lehetünk abban, kedves testvérek, hogy a Jánoshoz kiözönlő tömeg nagy része ezt hiszi, ezt gondolja róla, és próbálja Jánosra is átvetíteni ezt az elvárást. János felé is közvetíteni ezt a gondolatot, hogy mi benned a Messiást keressük, mi benned a Messiást szeretnénk megtalálni. De nem enged János ennek a csábításnak. Tudja jól, hogy nem ő az, aki elveszi majd a világ bűneit, tudja jól, hogy nem ő az, aki megváltást hoz az emberiségnek, tudja jól, hogy nem ő az, aki majd fölépíti Isten országát. De arra is nemet mond, hogy ő lenne Illés. Illés próféta, akinek az újra eljövetelét már évszázadokkal korábban megjósolták. Sőt, még azt is tagadná, vagy tagadja, hogy ő lenne a próféta. Méghozzá az ószövetségi értelemben vett próféták egyike.
Természetesen helyesen gondolkodunk Jánosról, ha azt mondjuk, azt gondoljuk róla, hogy ő próféta, de nem az ószövetségi próféták hosszú sorából az egyik. Neki már valami más, valami nagyobb küldetés jutott. Nem csak jövendölni az eljövendő messiásról, hanem megmutatni őt, személyesen elvezetni hozzá azokat az embereket, akik rajta keresztül keresik a földre eljött messiást. Igen, kedves testvérek, János tudja, hogy kicsoda ő. Tudja, hogy ő a pusztában kiáltónak a hangja. Tudja, hogy ő az előfutár. Tudja, hogy mi a küldetése, mi a célja az életének. Az, hogy rámutasson a közeledő Isten bárányára, rámutasson arra, aki majd elveszi a világ bűneit, és ő hozzá vezesse el mindazokat, akik először ő benne keresték, az ő küldetésében keresték a messiást és a messiás küldetését. Kedves testvérek, János persze azért tudja önmagáról, hogy kicsoda ő, azért nem csalódik a várakozásaiban, mert reálisan méri föl ugye az ő lehetőségeit, küldetését. Mindezt azért tudja megtenni, mert Isten tükrében nézi meg a saját arcát. Isten tükrében nézve fedezi föl, hogy kicsoda is ő. Ahogyan hallottuk róla, olvassuk róla az evangéliumban, kivonul a pusztába. Egyfajta távolságot teremt az emberi világ forgatagától, oda akar figyelni Isten szavára, bele akar mélyedni a vele való kapcsolatba, és ki akarja zárni legalábbis ideiglenesen, részlegesen az életéből azt a sok-sok csábító, mindenféle más irányba vonzó hangot, színt, forgatagot, amely akkor is bizony jelen volt az emberek életében. Keresztelő János világánál, társadalmánál a mai világ, a mai társadalom sokkal színesebb, sokkal több kínálmánya van, sokkal több portékája, amit reklámoz, sokkal több előregyártott szerepe, amibe bele akar bennünket sorolni, sokkal több pálya, sín, amire rá akar lögdösni minket. Bizony, hogyha tudni akarjuk, hogy kik is vagyunk mi, és kik nem, mi is az életünk küldetése, és mi nem az, nekünk is követnünk kell Jánosnak a példáját, és Istennek a tükrében megnézni a saját arcunkat. Nekünk is igyekeznünk kell egy picit bevonulni abba a bizonyos pusztába, kizárni azokat a dolgokat az életünkből, legalábbis részlegesen, amelyek megpróbálnak valami mást elhitetni velünk önmagunkról, mint ami a valóság. Mert ilyen bizony sok van. Meg kell venned ezt, meg kell szerezned ezt, ahhoz, hogy boldog legyél, el kell érned ezt vagy azt a célt, ahhoz, hogy boldog legyél, ilyen vagy olyan ruhákba kell, hogy öltözz, ilyen vagy olyan kajákat kell, hogy egyél vagy főzzél, így és így kell, hogy viselkedjél, el kell érned neked is azt, amit elérte ez vagy az a szomszédod vagy betélytársad, hányszor és hányszor ezt sugallja felénk a világ, ezt sugallják az emberek, elvárások tömegével találkozunk, csábítások tömegével találkozunk, és bizony ezek közül hírül nem a mi utunk, mindegyik, sőt. Éppen ezért nekünk is meg kell ragadnunk azt a lehetőséget, kedves testvérek, amit az advent által nyerhetünk, az adventi időszak által, hogy egy kicsit jobban belecsöndesedjünk az imádságba, többször tekintsünk az Istenre, többször tekintsünk a lelkünk mélyére a lelkiismeretvizsgálatban, többször kérdezzük meg az Úrtól az imádságban, hogy mi is az, amit vársz tőlem, mi az, amire küldesz engem. Igen, kedves testvérek, ha ezt meg tudjuk tenni, az adventi időszakot rászánni arra, hogy egy picit távolságot teremtve a világ zúgásától többet legyünk együtt Istennel, akkor kevésbé fogjuk elkövetni azt a hibát, hogy vagy túlértékeljük, vagy alulértékeljük magunkat, vagyis rosszul becsüljük föl a saját lehetőségeinket, adottságainkat, képességeinket, a saját küldetésünket. Isten közelségében valós képet nyerhetünk önmagunkról. Istennek a szeretete megvilágosítja a szívünket, hogy kik is vagyunk mi, milyenek vagyunk. És így majd az elvárásaink is, a várakozásaink is reálisak lesznek, mind a világgal, mind az emberekkel, és magával Istennel kapcsolatban is.
és reális lesz az elképzelésünk a céljainkról is. Mit szeretnénk elérni, milyen küldetést találunk magunknak a világban. Ehhez kérjük ma a Szentlélek Úristen segítségét, keresztelő János példája nyomán, és köszönjük meg azt, hogyha már rátaláltunk a saját utunkra, hogyha hitelesen tudjuk szemlélni saját létünket, mert így az elvárásaink, a várakozásaink is reálisak lesznek, és nem fogunk annyit csalódni a reményeinkben. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy a tiszta lélek derűjével készülhessünk megváltónk eljövetelének ünnepére. Világosítsd meg, Urunk, Szent Atyánkat, Ferenc pápát és püspökeinket, hogy mindig a helyes úton vezessék népedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irányítsd az államférfiakat, hogy jóléthez és boldogsághoz segítsék a nemzeteket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árazd el tanításod fényével az oltár körül egybegyűlt híveket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el a keresztény szeretet melegével otthonainkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tedd boldoggá elhunyt testvéreinket örök világosságod által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, keresztelő János tanúságot tett szent fiad eljöveteléről. Add, hogy örömmel fogadjuk őt a földön, és boldogító látását élvezhessük a mennyben. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen. Amen. Hív minket most egy tiszta szó, szívek homályan átható. Hagyjátok el már álmotok, az égből Krisztus ránk ragyog. Te kapult elme ébredesz, te bűntől sebzett éledesz. Új napnak fénye tündököl, fusson az árny, e fény elől. Dicséret áldás illeti Istent Atyát és egy fiút, s a lelket is kivégazunk, örökké zengje himnuszunk. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen, a mindenható Atya Istenünk. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentegyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtte álljunk. Add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veled. És a te lelkedbe.
felemeltük az Úrhoz. Méltó és igazságos. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szüned előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt szeretteinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból,
bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élett, ezért nagy bizalommal így imádkozhatunk hozzá. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjet egy kis szívből egymás. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézus, miért?
Könyörögjünk. Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Amen. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek a hét ünnepei a következők. Holnap hétfőn keresztes Szent János áldozópap egyháztanító emléknapja lesz, kedden pedig Boldog Brenner János áldozópap vértanú emléknapja. A koronavírus miatt a püspöki konferencia a következőket írta elő, nyilvános szentmiséket tarthatunk templomainkban, azonban aki idős kora, krónikus betegségei vagy más egyéb súlyos ok miatt veszélyeztetve érzi magát, felmentést kap a kötelező részvétel alól. A 10:30-es szentmiséket vasárnaponként online közvetítjük. Kötelező a szentmisék és egyéb szertartások alatt az orrot és szájat eltakaró szájmaszk használata.
áldoztatásnál továbbra is kérjük, hogy szíveskedjenek kézbe áldozni, illetve a templomban igyekezzünk megtartani a biztonsági távolságot. Kérjük ezen kívül a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát. Keresztelést, esküvőt tarthatunk, de csak a legszorosabb hozzátartozók, szülők, keresztszülők, testvérek jelenlétében. A temetéseken legfőjebb 50-en vehetnek részt. A plébániai és egyéb közösségi alkalmak, fakultatív hittanok nem tarthatók meg. A plébániai iroda továbbra is működik, azonban telefonos ügyintézés zajlik, tehát az irodában az irodisták bent vannak. Kérjük, hogy a hivatali időben telefonon szíveskedjenek fölhívni őket a hirdetésen megadott telefonszámon, illetve ki van írva több helyen a telefonszám, és minden információt minden üggyel kapcsolatban el lehet intézni telefonon, illetve interneten. Szentmise szándékot beiratni szintén vagy telefonon lehet irodai időben, vagy pedig a sekrestjében a szentmisék után. Az advent során hétfőtől szombatig reggel 6 órakor hajnali miséket tartunk itt a nagy templomban. Ezekben a hetekben a reggeli 7 órás szentmisét így nem tartjuk meg. A hajnali misék alatt gyónási lehetőség van. Közeleg az év vége, hálásak vagyunk mindazoknak, akik idén már befizették egyházi hozzájárulásukat, akik viszont még nem tették meg, kérem, hogy szíveskedjenek ezt pótolni. Az erre szolgáló csekket a templomban a kisasztalon találhatjuk meg, befizethető átutalással is, a honlapon fönt van a számlaszámunk, vagy pedig a sekrestjében a szentmiség után. Hálásan köszönjük! A karácsonyi ünnepi időszak szentmiséi a következők lesznek. December 24-én csütörtökön reggel 6 órakor megtartjuk az utolsó hajnali szentmisét. Délután 3:30-kor lesz előesti szentmise, mivel nem tarthatunk a kijárási tilalom miatt éjféli szentmisét. Ezért tehát 3:30-kor találkozunk itt a templomban, lesz egy kis zenés, énekes karácsonyi műsor, és azt követően pedig előesti szentmise. Ez az előesti szentmise már érvényes karácsonyra, tehát karácsonyi szentmise lesz. A templomot este 17:30-kor bezárjuk. December 25-én a szokásos módon reggel 7 órakor, délelőtt 9 órakor és 10:30-kor, valamint este 6 órakor lesznek karácsonyi ünnepi szentmisék. December 26-a Szent István vértanú ünnepe, már nem része a karácsony ünnepének, tehát akik karácsony másnapján, népies szóval élve jönnének el csak szentmisére, ők már Jézus születését nem tudják így megünnepelni, tehát a karácsony napi szentmisékre szíveskedjenek jönni, illetve azokat online követni. Karácsony másnapján szintén ünnepi miserendünk van Szent István vértanú tiszteletére, reggel 7 órakor, délelőtt 9 órakor, 10:30-kor és este 6-kor. December 31-én csütörtökön szilveszter napján este 5 órakor lesz az évvégi hálaadó szentmise. Január 1-e péntek, új év napja, Szűz Mária Isten anyaságának kötelező ünnepe, reggel 7 órakor, délelőtt 9-kor és 10:30-kor, valamint este 6 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Január 1-én a 10:11-es szentmisét követően az esti 6 órás szentmiséig szentségimádási lehetőség lesz a templomban. Mivel január 1-ére új évnapjára esne első péntek, ezért az első pénteki ájtatosságokat és beteglátogatásokat január 8-a péntekre helyezzük át. Szeretném kérni a kedves hívek megértését a továbbiakban is a gyónásokkal kapcsolatban. Tegnap előtt lelki gyakorlatunk volt, amikor gyóntattunk, a lelki gyakorlatos atya is gyóntatott. Reggel 6 órakor a hajnali miséken mindig van gyóntatás. Vasárnap és karácsony napjain nem minden szentmise alatt fogjuk tudni a gyónási lehetőséget biztosítani. A városban megmaradt 5 világi pap közül 2 jelenleg karanténban van. Egyikük beteg is, másikuk pedig kontakt miatt. Ezért ez bármikor bekövetkezhet, a mai 11 szentmisét 3-an mondjuk el. Ezért kérjük a kedves testvéreknek a figyelmét és a megértését ezzel kapcsolatban. Aki már elvégezte karácsonyi gyónását, az örüljön ennek, és szíveskedjen a karácsony előtt már közvetlenül ne jönni, hogyha nem nagyon muszáj. Ugyanígy kérjük, hogy a karácsony napjaiban is figyeljünk erre. Nagyon sok szentmisénk lesz nagyon sok helyen,
ezért inkább előtte a hajnali miséken, vagy pedig vasárnaponként a reggeli 7 órás és fél 11-es szentmisék azok, amelyeken inkább tudunk gyóntatni, ezekre szíveskedjenek jönni, hálásan köszönjük a megértést. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, küldetéstek van, járjatok meg. Istennek legyen hála. Shit.